I ta, au, jeg resten om å gå. Du må sjå ikke noe hva det er, nye frans. Hva er det du gjør i øynene? Task manager. Szevasztok, én Csepó vagyok, és itt lennék egy újabb számítógép építős live-val. Ebben a mai live-ban egy streamer gépet, illetve egy videófelvőgépet fogunk összerakni. Mai videót azt a BigQuiet támogatta. Őtől kaptam egy számítógépházat, amit még nem láttok, majd mindjárt fogjátok látni. Egy tápot, illetve egy proci hűtőt, ami itt van. Mert a lényeg az, hogy egy nagyon halk gépet akarok összerakni. Egy olyan gépet, ami keveset fogyaszt. Illetve viszonylag pici gépet. Lesz benne egy Elgato streamer kártya, vagy egy ilyen hát, recorder kártya, egy HD 60 Pro. Itt van a proci, ez egy Ryzen 5 2400G. Ez nem más, mint egy B450M Pro 4F, egy ezrokkos alaplap. Röviden annyi volt a lényeg, hogy támogassa ezt a Vegas processzort. Viszonylag olcsó legyen, jól nézzen ki. Itt a RAM 2x8 GB, azaz 16 GB-os 3200-as memória. Ja, és egy pendrive! Mert hogyha belefér az időbe, akkor még akarok egy Windows-t is telepíteni. Ah, úristen, de jól néz ki! Ezen a gépen fogsz GTA-zni? Nem! Ezen a gépen semmit nem fogok csinálni, csak streamelni és videót felvenni. Tehát nem lesz rajta semmi, csak egy OBS, meg talán egy Chrome. Bele is zuhant a processzorunk, az apunk. Yeah. Szerintem bonthatjuk is ki a hűtőt következőnek. Ez pedig nem más, mint a BigQuiet Shadowrock 3. Wow. Azért itt az unboxing experience nagyon magas szinteken van. Itt a kis szivacsorat már látszik a BigQuiet. Kikukucskál alóla. Ezt felifteljük. Olá. Nagyon jól néz ki amúgy. Ó! Oh, kaptunk csavarhúzót! Azt rohadt de menő! Warning, please peel off label before use it. Oh, nyomjunk rá egy borsót addig, gyerekek. Ennél nem kell több. Van, aki ilyen csíkokat szokott használni, valaki csillagot fest rá, valaki egy szívecskét, valaki kártyával elhúzogatja, de biztos, hogy nem fogom kártyával elhúzogatni, mert szerintem hülyeség. Ah. Rajta van a hűtőnk is, voilà, azt rohadt mekkora ez a hűtő amúgy, ez is rohadt nagy, mert az alaplaphoz képest. Hogy ezt a fajta processzort választottad? Viszonylag olcsón akartam megúszni, és keveset fogyasszon. És a Ryzenek, ezek a szériák eleve keveset fogyasztanak, plusz a Vegások is keveset fogyasztanak, meg a videókártya, hogyha nem tudom, lett volna belakva egy 1050 Ti, akkor az már együtt a processzor, meg a videókártya sokat fogyasztott volna, szerintem egy 150 wattot legalább. Tehát a lényeg az volt, hogy olcsón kijöjjünk, mert drágák a videókártyára, és ebben van építve a videókártya. Az ami is fekete, szóval nagyon sokat foglalkoztam azzal, hogy keressem azokat az alkatrészeket, amik ilyen fekete szürkék, fekete fémesek, és így ah, nagyon jól fog szerintem kinézni. Most nem akartam RGB-t, sőt, semmilyen RGB nem lesz most a gépbe. Most ez ilyen cost-effektív megoldás, hogy csak egyik oldalt lehet bepattintani, vagy most ez így... De most sehogy nem akar bele menni a franc! Vagy széttörjük, vagy nem. Fel van nyitva mindkét csat, de alul meg nincsen csat! Azt a rohadt! Rohadt erősen kell belenyomni, de úgy, hogy beszarsz. Jöhet a gépház. Ez pedig nem más, mint a BigQuiet Pure Base 500. Húj, itt a... Oh, megráztam magam. A statikus energia. Az eleje az fix, viszont oldalt van egy eléggé nagy mesh háló rajta, szóval elég sok levegőt tud beszívni. Nézzük az alját, arra még kíváncsi vagyok. Azt a rohadt! Jó nagy porszűrő van benne, basszus! Ó, és mint látjátok, ezen is egy ilyen hangszigetelő szivacs van, ami nagyon menő. Ezt majd leveszem róla, és kicserélem erre. És ha ugyanolyan hangos lesz a gép, nem de semmi változás, akkor inkább ezt fogom aztán ezt a porszűrőt. Mert ebben viszont nincsen porszűrő, ezen csak ilyen kis recés tudsz van felül. Hát meg a hangszigetelő szivacs, és igazából ennyi. Szóval lehet venni ezt a cuccot, és akkor... Voilà! Ebbe is van egy hangszigetelő szivacs. Ez pedig nem más, mint egy BigQuiet Straight Power 11
450 wattos, 80 pluszos gold táp. Azt a rohadt, ennek van súly ennek a kábelnek, basszus. Wow. Ez nagyon menő néz ki ez a táp. El ne felejtsem az IO Shield-et, miért nem szóltok rám, miért nem ordibáltok, hova raktam? Eltűnt? Valaki adja vissza? Megvan. Megtaláltam. Yeah. Most már jöhet az alaplap. Hell yeah. De szép lesz amúgy. Úristen, nagyon menő ez a feketés fémes tudsz. Ó, anyám. Ó, itt van a gépházba egy. És kettő leesett valahová. Hát egye meg a fene. Ah, kész. Csak ennyi kábelünk lesz. Mennyivel egyszerűbb? Tehát, hogy így nem lesznek felesleges kábelek össze-vissza. Ja, kiszúrom a szemeteket a csavarhúzóval. A bocsika. És mehet is bele. Ó, Isten, mennyire egyszerű így. Hello! Basszus, be fogom én tudni ezt dugni így? Jött a hűtő. És az jól jön, hogy itt a felül le tudnám venni a tetejét valahogy. Mondjuk, ha leveszem ezt a ventilátort, akkor talán jó lesz. Mibe akadtál bele? Mert az alapot kellett volna leszedni. Szeretek szenvedni, gyerekek, igazából arról van itt szó. Hogy beragadjon a kezembe, beszarok. Az egyik benne is van, másik is. Megvan a procinak a tápja. Jéksz! Új, ezt is ki tudom csavarozni. Ah, ez nagyon menő. Ezért nagyon imádom ezt a házat, hogy olyan egyszerűen lehet benne építeni. Kézzel is ki lehet csavarozni ilyen kis kígyeket, ilyen kis tartókat. Ez komoly. Itt van a B450M Pro 4-es alaplapnak a cucca. És itt mutatja, hogy hogyan installáljunk RAM-ot. Kipattintjuk mindkettőt és belerakjuk, de hogy a nem lehetett kipattintani mindkettőt, csak az egyiket. Szóval még az instruction is el van rontva, ez mi a franc? Reset nincs is rajta. Ah, csak kikapcsoló gomb van rajta. Hát majd, mit tudom én. Resetelem úgy, hogy nyomom vagy 4-5 másodpercig és akkor leáll. Végül is van rá megoldás. Ezzel felállítom. Nagyon picike ez a kártya amúgy, úristen. Nagyon pici. Meg lehetne enni, amint egy csokit. ez is ki lehet kézzel csavarozni, nagyon menő. Ki lehet csavarozni kézzel, ugye? Ja. Mi a... Ezt Hulk húzta rá, vagy ki a... Jó, hát ez csak csavarhúzóval lehet. Upszi, upszi. Jó. Igen, a pici kis kártyánk. Kinek mi, de nekem nagyon tetszik ez a letisztult design. Köszi Bence, igen. Nagyon modern ilyen letisztult. Ilyen elit, hogy nem tudom. Majdnem mondanám, hogy nem sokára meglátjuk, hogy néz ki bekapcsolva, de ugyanúgy fog kinézni. Úristen, ez nagyon cable management, még szerintem hátul jobban néz ki, mint elő lassan. Jó, jöhet vissza az eleje. Ah! Szóval elvileg ez csak annyi, hogy így visszarakom, és akkor egy határozott mozdulattal így. Rácsesszük. De ráment. Tök jó. Nagyon csúnya lesz. Köszi. De most miért adnak CD-ket még mai napig ezekhez az alaplapokhoz? Én nem értem. Ki az, akinek van még CD írója? Vagy olvasója? Én már vagy 5 éve nem használok, tehát hogy így mi a franc? És hát a legjobb része ennek az egész live-nak, szerintem mindenki erre várt, én is erre vártam. Hello! És jön egy kis ASMR, gyerekek! Köszönöm. Ah, megcsipett ez a szar. Most jön a videó a live fénypontja. A 4K-s, Ultra HD-s, 8K-s, 2000 Hz-es monitor. Kapcsolod be és fuss ki a házból és nézd vissza. Igen, és akkor látok majd egy ilyen fényvillanás, mint Csernobilból, hogy így... Nem, szerintem működni fog és minden okés lesz. Jaj, ráléptem a robbanó zacsira. Hozom a netkábelt. Kapjon már netet is az elején. Na lássuk, kíváncsi vagyok, hogy beindul-e a gép. Bekapcsolt. Lássuk a BIOS, hogy bejön-e. Oh, ez rock! Sikerült a gépünk, nem robbantunk fel, je! Yeah. Oh, bejött a BIOS, gyereket, je! Yeah. Aha, a memória még 2400-on van, szóval ezen mindjárt változtatunk. A billentyűzet többet ér, mint a monitor.
Szerintem itt minden többet ér, mint a monitor. Ezekkel jó tesztelni a setupokat. Ez ilyen hangulatos. Ide cseszel egy jó régi monitort, két csöves monitort kellett volna hoznom. Ah, az nem ilyen menő lett volna. Mikor rendesen lehet hallani, mikor bekapcsoljuk, és így meg várni kell, míg bemelegedjen. Na, az a legmenőbb. Szóval, ha valaki összerak egy gépet, és a RAM-ja nem olyan sebességen megy legelőször, mert aztán már általában 2400-on szokott menni, akkor az XMP profilnál, itt az XMP-nél tudod beállítani az autónál, ott leveszi a rendszer 2004-re, és van itt 3000-es, meg 3002-es. És akkor most kéne meg egy Windows-t rádobni. Itt van a pendrájunk. Yeah, install now. Ah, setup is starting. Na jó, hát itt van a netkábel is, szóval ami kell neki, azt tudja enni közben. Getting ready! Ah! Mindjárt megvan a Windowsunk. De ennek már nem sok kell. Most jön az, hogy lekövethetjük azt, hogy hol laksz, meg időjárás, meg küldesz-e mindenféle adatot magadról a Microsoftnak, és ezeket én mindig ki szoktam nyomni a francba, hogy nem. Let's start with region, United States. Hát nem találtad el, én Hungáriában vagyok. Kész a Windowsunk, gyerekek! Minden működik tökéletesen, még azért benézek a Windows feladatkezelőbe. Task Manager. Lehet, hogy elszóltam magam. Whoops! Megesik a Windows az elején ez, szerintem. És mitől kék halálozott be? Memória 3200, 16 giga, 14, mert ugye 2 gigát elvesz a dedikált videókártya a processzorba, ugye a Vega 11. Na most már nem crash-el, szóval szerintem ez ilyen élete első pillanataiban összefosta magát, de most már jó lesz. Szóval ennyi lett volna ez a live, köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt. Mindenképpen kövessetek be Twitch-en, ugyanis ott hát elég sok live lesz most már. Át tudok váltani erre a nagy vájdosra. Én legalább jobban látszik, hogy mekkora a ház, hogy nem olyan nagy. Ja. Köszi még egyszer, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb, addig is. Sziasztok!